35 fokot mutat a hőmérő Tatabánya belvárosában. Ugyancsak éjféltől rendeltek el másodfokú hőségriadót, mégis az embereknek sok gondot okoz a napok óta tartó forróság. Megterheli a szervezetünk alkalmazkodó képességét, hiszen a hőháztartásunkat, illetve a folyadék egyensúlyt fel kellene tudni tartani. Ilyenkor nem ajánlott a déli órákban napon tartózkodni, nehéz zsíros ételeket fogyasztani, de kiemelten fontos például naponta minimum 2, de akár 6-8 liter folyadékot fogyasztani. Veszélyeztetettek az egy év alatti kisgyerekek, a csecsemők és az időskorúak. Ők ugyanis részben nem érzékelik azt, hogy szomjasak, illetve egyszerűen elfeledkeznek arról, hogy rendszeresen fogyasszanak folyadékot, így az ő esetükben a kiszáradás veszélye az fokozottan fennáll. A folyadékpótlás mellett a bőrre és a szemekre is oda kell figyelni, hiszen az erős UV-sugárzás a bőrrák és a szürkehályok kialakulásához vezethet. Az emberek többsége víz közelében vészeli át a meleg napokat. A strandokon és a fagyizókban is megnőtt a forgalom. Minden héten van egy akciós fagyink, ami féláron van. Azt viszik a legtöbben általában. A meteorológiai szolgálat tegnap rendelte el a másodfokú riasztást, akkor még csak 4 megyére. Ma viszont már több megyére is kiterjesztették. Tatabányán párakapukkal és szervezett vízosztással készülnek a kánikulára. A hőség miatt a vidékfejlesztési tárca tűzgyújtási tilalmat rendelt el.